rendkívül jól kezdtük a találkozót, meg voltak a helyzeteink. Mi nem tudtuk értékesíteni őket, a Fradi pedig könnyörtelenül kihasználta az övéit, illetve a mi hibáinkat, úgyhogy ezért lett gyorsan 3 gólos előnye. Minek köszönhető szerinted a sok kimaradt helyzet, esetleg koncentráció hiány, vagy mivel tudjátok ezt magyarázni? Jobban kell, az biztos, jobban kell koncentrálnunk a befejezéseknél, de ez ugyanúgy vonatkozik hátul is a védekezésünkbe, hiszen olyan hibákat, amiket elkövettünk, illetve a mai mérkőzésen is és az elmúlt időszakban olyanokat nem lehet elkövetni. És ott a második gól környékén ott volt egy ilyen összeomlás, kívülről úgy tűnt, hogy addig tényleg tartottátok magatokat, minden jól ment, aztán mintha egy varázsütésre összeomlott volna a csapat. Hát azért mindenkit megvisel nyilván, hogyha jól játszik, mert azt gondolom, hogy jól játszott a csapat. És nyilván az egy nagyon rossz érzés, amikor mész, csinálod, jönnek a helyzetek, de aztán két hibát könyörtelenül kihasznál az ellenfél. Én is úgy éreztem, hogy ott volt egy kisebb törés a csapatban, a játékunkban, de a második fél időben is mindent megtettünk, úgyhogy fejlődnünk kell sokat, az biztos. És hogy érzed, mennyire van most nehéz helyzetben a csapat? Hát nehéz helyzetben vagyunk, ez nem is kérdés, ugye ott vagyunk a kieső zónában, de én azt gondolom, hogy ha egy Ferencváros ellen, aki a bajnoki címért hajt, ilyen játékot tudunk produkálni, mert azt gondolom, hogy a játékunkkal különösebb probléma nem volt, a hibákat kell lecsökkenteni, akkor benn fogunk tudni maradni az első osztályban. Az edzőtök a sajtótájékoztatón többször is elmondta, hogy ő is hisz benne, sőt biztos benne, hogy benn fog maradni a Diósgyőr. Ezt egyébként elhiszitek neki, el tudja veletek hitetni? Természetesen nincsen semmiféle probléma ezzel. Úgy gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolat az edző és a csapat között, úgyhogy természetesen hiszünk neki, és az egész csapat teljes messzélességgel mögött áll.